Halló! Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Szép estét kívánok! Ma este egy indie puzzle platformer adventure game-mel fogunk játszani. Javaslatotokra teszem hozzá. Ez pedig az Inside, ami nagyon hasonlít állítólag a Little Nightmares-re, de ez nem az, ez az Inside. Ezt fogjuk ma megnézni. Remélem minden technikai probléma mentesen. Múlt héten valami gond volt, ezért nem tudtuk megnézni. Ezért most nézzük meg. De úgy látom, hogy most rendben van minden. Jó, úgyhogy akkor kezdjük is. Elvileg itt is vagyunk. Jó. Rendben van. Na. Akkor nézzük. Hello, kekerényi. Hát olyan nagy intrója nem volt a game-nek. Azért abban megegyezhetünk. Csébal. Kekerényi, ne gunoszkodj. Oké. Hát az irányítás sem valami bonyolult. De természetesen olyan gémet pikkelsz, amilyet szeretnél. Átbújtunk a szöges dróton. Gondolom, még bántanának minket, hogyha elkaptának. Make sense. Hogy csöndbe kell mennünk. Oké. Okay. Jó. Nem bonyolult. Oké. Okay. Kifutásból? Nem. Ó, lehet, hogy ez kell.
Igen. Fura néha egy kicsit ugye a perspektíva. Meg itt tényleg csak így jobbra-balra lehet menni. Megugrani. Oh-oh! Ez baj! Gyanítom, ő egy szökevény, ez a kis rác, és lehet, hogy őt keresik mindenki. Valonnan elszökött. De majd kiderül a sztori később. Oh. Ahogy még lőnek is. Az igen. Erről nem volt szó. Jó, azt át kell ugrani. Jó, azt át kell ugrani, ez biztos. És itt ezt hogy oldjuk meg? Így. Oké. Oké, eddig jó. Kutyák, bassza meg, ez baj, ez baj. Azt még én azt hittem, hogy ez ilyen family friendly játék. Na akkor újra. Itt megállunk. Most menjünk tovább. Akkor a víz alatt.
Na, be a kukoricásba. Kis csibék. Magam köré gyűjtöm őket. Na jó, hát akkor menjünk. Jöttök? Hát gyerünk. Én vagyok a tyúkanyó, úgy tűnik. Na, kezdődik a puzzle. Beengedjük a csirkéket. Már ha betudjuk. Gyertek. Nem igazán történik semmi. Ez mit csinál? Ó, ez valami gépezet. Csak valamilyen nem indul be. Nem, mit kell itt csinálni? Ez a nagy kérdés. Nem, attól, hogy többször meghúzom, attól valószínűleg nem lesz jobb. Ugye itt meg, mivel nem tudok kimenni. Jó. Nagyon néz ott fölfele. Hát ezt a szalmabálát? Ezt hogy veszem le? Hát ötletem sincs, erre meg nincsen semmi. Esetleg még fölnézünk egyszer, de... Hát nem, így sincs semmi. Itt csak bejönni tudok. Hát lehetséből megpróbáljuk. Többször egymás után megpróbáljuk behúzni. Jó. Oké. Na, és akkor most
Ezt már meg tudom így nyomni. Burr. De mit kell csinálni? Ugye nem a kis csibéket kell bedarálni. Na ezt a szalmabálát kéne onnan valahogy leszedni. Hát de hogy? Na, hát mondjuk így is jó. Jó, annak örülök, hogy a kis csibék nem pusztultak el. Ez nem lett volna jó. Oké. Mehetünk tovább. Hát őszintén, most rá kell ugrani oda a disznó tetemekre. Igen. A válasz igen. Ezt meg gondolom oda kell húzni. Derékig a ganéban. Így van Csébala. Assassin's Creed disznó tetemekkel. Tiszta olyan. Még majd lehet, hogy lesz egy küldi, hogy vissza kell foglalni valami outpostot. Ja, vagy ez a Far Cry? Mindig keverem a kettőt valamiért. Mi a... és mit csináljak vele? De most komolyan. Kidodzsoljuk. Most nem sikerült kidodzsolni, de... Pű. Mit kell csinálni? Még itt hogy megyek tovább? Ó! Hmm.
Lehet ezzel kell valamit csinálni itt, ezzel a lámpa. Én irányítom őket. Csak szólok. Semmi gond. Jó. Oké. Okay. Na most már el tudják tolni. Vagy húzni. Éjjj. Basszád. Jó. És én, hogy jövök? Ja, így, oké. Okay. Érdekes. Minden oké. Mehetünk tovább. Hajnalodik. Jó. Azt szerintem ami lámpa lesz, nem gumb. Itt van egy lánc. Erre föl tudunk mászni. És valószínűleg arra kell tovább menni. Nem, ők most elmentek, verebek. Itt van fönt egy... hát, páncélszekrény. Most így hirtelen azt mondom. Másik irány. Hello, para. Hát, akkor átugrunk rajta. Érdekes. Olyan, most már oda tudunk ugrani? Aha. Lehet, hogy... érdekes, para, érdekes. Eddig tetszik. Az puzzle a game. Mondjuk... annak örülök, hogy nincs fall damage.
Egy, hát mondjuk biztos van, csak nem túl nagy. Az meg messze van. Oké. Akkor állítunk még egy kicsit rajta. Mert szerintem oda kéne tovább menni. De fölfele. De persze majd kiderül. Vagy nem. Vagy valami még innen hiányzik. De egy kicsit magasabbra állítjuk, de szerintem nem ez a... nem ez lesz a megoldás. Na, lökjük le innen ezt. Hát ez páncélszekrény. Viszont... mehetünk. Akkor gondolom, mit most? Na. Az a sárga vezeték, hogy gyanús. Ó, hogy a föld alatti. Itt megint van ilyen... Nem tudom, minek nevezzem. Zárt ajtó. Nézzük, mit csinál ez a kar. Kinyitotta azt az ajtót. Itt egy hatalmas diszkófény. Gondolom ez akkor ilyen collectible. És más nem is lehet rá csinálni. Oké. Okay. Jó, hát... Itt akkor más nincsen. Gondolom. Viszont hogyan ugorjak föl? Simán csak így. Ja. Oké. Okay. És akkor most én irányítom különböző irányokba. Ó, értem, értem. Tehát oda rááll. Azaz, pontosan, pontosan. Ez a hivatalos neve. Agykontrolláló izé. Így egybe. Mert az egybe külön írásra oda kell figyelni mindenképp. Hát igen, J-ban ezek a collectible-ök ilyen nagyon jók szoktak lenni. Hogy kéne ezt? Na,
És miért nem tudok kijönni innen? Jó. Mert... nem jó szinkronban mozognak, az a gond. Úgyhogy... amazt egy kicsit lerekesszük. Ezt valahogy meg kéne próbálni beállítani a helyére. Hát... hogy kéne? Nem is tudom, hogy mekkora a különbség köztük amúgy. De mondjuk legyen így. Hát, ha így jó lesz. Próbáljuk ki. Hát, még az elején járok nagyon para. Eddig még talán annyira nem. Hát ez ugyanaz, tehát kvázi semmit nem csináltam. Most ez... hát este van már. De kiagyaljuk, kiagyaljuk. Na, most hol a másik? Hát itt pont nem jó. Ó, a fene egye meg. Hát mondjuk ebbe is van valami. Csak most totál elrontottam szerintem a szinkronni. Nem, így lesz jó. Para. Azért a gamer ott van. Oké, gyerünk tovább. Ez már kezd ilyen iparnegyed lenni. Ugyanis jöttünk a ilyen mezőgazdasági részen, most már ilyen ipari. Megvan, elkaptuk. Lécek? Gondoltam... nem baj. Végül is... erre is tudunk tovább jönni. Na, itt a rozsdás szög. De sajnos ezt nem lehet fölvenni. Hát nem is szög, ez egy nagy csavar. Egyszer. Para, egyszer lőttek le. Csak szólok. Egyszer elkaptak a kutyák. Egyszer meg csak úgy az emberek. Hú, hát itt aztán... na.
Ja, tényleg a disznó, mondjuk az kétszer fölök lehet. Bár nem tudom, hogy milyen szteroidot raktak a seggébe, de... Föl, menj föl. Aha. Át kéne tenni a modal létre. Na. Ez most miért is volt jó? Kapcsold le. Így. Ja, gondolom ez, ezért kell, mert ezt a liftet vagy mit be kéne kapcsolni. Igen. Jó. Minden világos. Áram alá kell helyezni az üzemcsarnokot. Itt se vagyunk. Pedig volt para. Hogy ne lett volna? De akkor most lesz még egyszer. Volt pedig. Nem figyeltél eléggé. Ez igaz, ez igaz. Ó, kapaszkodj. Jajaj, leestünk Józsefre. Gyanúsak vagyunk neki. Bassza. Bocsánat, elrontottam. Na újra. Szia Rémiás uram. Jó, határeset. Hát akár lehet az is.
Puti! Pű! Hidratálok, persze. Oh-oh. Nem voltam elég gyors valószínű. Nem, akkor itt valamit más kell csinálni. Így van, Horváth Pisti. Vagy mint én. Megint dodzsolni kéne? Így. Oké, oké, oké. Jó. Na, és akkor? Á! Jó, jó, jó. Megvan. Hát dolgozzál, haver, ha már. Jó. Oké. Okay. Erre kell jönnünk. Az agykontrolláló izével. Ó, ott van egy másik agykontrolláló izé. Vajon mi történik, hogyha Józseffel... Ó! Érdekes. Értem, mindent értek. Na, hogy kéne?
Hát nem így, az biztos. Mert azt akarnám, hogy... De akkor lehet, hogy olyat nem lehet, hogy ez a József, aki itt most belemegy... Igen, olyat nem lehet. Szóval, ha ezzel ideállok, akkor... Mondjuk ilyet tudok. Tudtad, para. Tudtad. És nem szóltál. Ki volt számolva? Tökéletes volt úgy. Lássuk, mit csinál ez a kar. Vajon... Nem. Nem. Az kizárt dolog. Hát, vagy mégis? Oké. Kiadta. Rally szaknyelven szólva. Hát akkor gyerünk. A víz alatt kell fogadjunk. Vagy nem. De... Azért balra ritkán kell menni. És ez most is így van. Esetleg körülnézünk itt a víz alatt. Itt van valami... izé... Na. Húzzad, gyerek, keményen. Ne nyomd meg a piros gombot. Még most már lehet, hogy kell. Igen, most már kell. Erre szerintem vissza lehet jönni. És újra megnyomni a gombot. Jó. Szerintem az a lánc, azon a láncon kellene tovább menni. Talán. Csak az kéne valamire, amire föl tudunk ugrani. Hát vagy lehet, hogy nem. Itt van egy bicikli. Kettő is. Nincs semmi. Csak a gomb. Nem becsukódik. Ide kéne valami, mire
Föl tudunk ugrani? Talán. Egy raklap vagy ilyesmi. Na. Hát itt én tényleg csak a gombot látom. Hát igen. Nem kéne becsukódni. Mi történik, ha ezt nyomom? Becsukódik és feltölti. De hogyha nem csukódik be, akkor kifolyik a víz. Pedig... Hát nem nagyon látok mást, az az igazság. Két gomb van, amit meg tudok nyomni. És ezt megnyomom... Mondjuk mi lesz a víz alatt? Semmi. Megnézem ezt az ajtót. Semmi, ez egy ajtó. Gondolom itt is meg lehet nyomni a gombot. Az jó para. És miből írod az éhát, ahol ilyen valamilyen szabadon választható tárgyat fölvettél az agráron esetleg, vagy a TT-ken? Rovarhatározást kell csinálni. Ja, a szoftverteszelés, aha. Hát. Ezt a Roland tartja, ha jól tudom. Jaj, srácok. Tényleg itt is. Igazából semmi nincs, amit tudnék használni. Ibor Stream ír e-mailt, az a tuti, vagy Discordon keres meg, itt a csatornának az About részébe látod a Discord linket, meg az e-mail címemet is. Srácok, hivatalosan is elakadtam. De még gondolkodok. Hát... De fönn sincs semmi. De fölmegyünk. Még egyszer megnézzük. Mert az, hogy becsukódik az ajtó, hát az oké. Okay. Szerintem azon a láncon kéne tovább menni. Csak kéne valami. Kéne valami, amit odarakok. De mit tudok odarakni, mert itt... Itt semmi nincs.
Mert ennyire gyorsan meg nem lehet odaérni. Tehát ez fixen. Így van. Épp átúszni a felső részre. Hát visszafele. Hát esetleg... Hát megnézzük. Itt, tehát így úszva. De, jó. Nem tudom, megint... Köszi 22 centipéter, kicsit valami komplexebbre gondoltam. Köszi a tippet. Először ki kéne deríteni, hogy hova kell tovább menni. És akkor most ide tudom húzni ezt a bőröndöt. Már ha ez bőrönd. És akkor... igen, ez egy bőrönd. Okvetlenül. Akkor így tudunk majd tovább menni. Jaj! Nagyjából jó lesz. A hév megérkezett. Gyanús ez a fény nekem. És így lesokkol, érted? Jó. Megvan a ritmus. Elvileg. Amint régen a diszkóba, hogy annyira tiszteltem az ütemet, hogy nem léptem rá. Na, most jó lesz. És oda kell menni a hegyhez. Oké. Nem tudom, miért kaptam el. Jó. Ez ilyen pavlovi reflex volt. Jövünk le a csatornába. Hát, vagy a metróba. Mindenki dönts el. Oké, gyerünk tovább. Na, mesélypara, mi a gondod az órarendeddel? Én még nem hallottam olyan, nem tudok olyan hallgatóról, aki meg volt elégedve az órarendjével. Ott a távolban kutyákat látok.
Aha, azt gondolom a mestint is Python, mi? Az a kutya hova megy? Ezt nem így kell megoldani. Mestint járva, aha. És mit csináltok? Nem, ez biztos, hogy nem így kell. Azt utána ugrik a vízbe. Hát mondjuk kutya tud úszni, tehát nem tudom, mit gondoltam. Na jó. Kicsit szétnézek itt lent, hogy van-e valami. Hát nem igazán. Itt jön be a gané, azt tuti. Nem, ez így nem lesz. Nem, nem, tehát nem érek oda. De akkor mit? Tehát amint kijövök a vízből, elindul a kutya. Orba kell vágni. Hát tényleg itt a vízbe én nem látok semmit. Hát ha kisebb a tüdeje, mint a miénk. Na gyere kutyi! Nem, ő nem jön le a víz alá. De lehet, hogy lassabban úszik. De lejön, nem jön le. Vagy hát, ha nem tud kijönni a vízből. Utás. Így lesz, jó lesz, jó lesz. Oké. Okay. Jó, most már jó lesz. Át a kerítésen. Ez a szokásos. Kibontjuk. Gyorsan kibontjuk. Oké. Okay. Hát igen, para, ezek az ilyen őrző kutyák nem az eszükről híresek, az biztos. Tehát azért nem egy border collie egyik se. Hú, lovász B. Hát... Van óra rendhivatalos, bár ez szinte csak egyetemi hallgatók érik el. Hát hétfőn 4 órától szoktam programozást
Na, én meg nem figyelek, basszus. Tehát hétfőn 4-től meg 7-től szoktam programozást. Pénteken meg 10-től ugye e-sportot. Ez a kettő szokott lenni. Vagy esetleg laborokra gondolsz? Elkötjük a kis... mi ez? De jó! De vagány! Megyünk lefele. Ne vicceljetek. Ja, külsős vagy, aha. Jó. Akkor... ha prog érdekel, akkor hétfő 4 és 7. Nem, így nem megy át. És visszafele se lehet menni. Az baj, mert mondjuk akkor itt van a megoldás, tehát. Küldjen meg? Azt mondod, para? Na, csapassuk. Nem. Még jobb ötletem nincsen. Hű, nem. Space. Ó, a control, nem space. De jó, oké. Nem tudom, hogy mit csinál. Jaj, kilő, oké, jó. Hát mindent egyszer meg kell tanulni vezetni. Fú, itt most nagyon bejöttünk a... Fel se tudja, hogy hol vagyunk. Hát, amúgy így flight simet nyomhatunk. Meg akartam nézni mindig is egyébként. Lehet, hogy megnézzük flight simulátort. De miért van ott az a repedés? Az gyanús az a repedés ott. Nem, ez csak egy repedés. Viszont lehet, hogy itt kellene kiszállnunk. Már, hogyha ki tudok szállni.
Na, nézzünk szét, mert itt valamin agyalni kell most már. Jó, hát ennyire visszafel biztos nem kell menni. Még ki kéne ugratni. Csak nem. Nem. Nem létezik, hogy... Nem. Esetleg még itt... Nem. De hogy szállok? Hát valószínű, csak hogy szállok ki. Tehát... ki kell ide ugratni valahova, és akkor... Nem. Nem. Nem tudom, hogy szállok ki, az a baj. Na most valahogy kiszálltam, de fogalmam sincs, hogy hogy. Ja, fölfele, simán csak menjünk a fölfelét. Jó, akkor oda megyünk. Kicsit közelebb, kiszállok. És akkor megpróbálok átúszni. Oké. Jó. Én csak hirtelen nem tudtam, hogy kell kiszállni. Patkony. Oké. Nem véletlenül van itt szerintem ez a vezeték, vagy kötél. Jó, na nézzük. Na megint egy piros gomb. A kurva életbe. Azt hitték, hogy nem figyelek ilyenekre. Hát nagyon tévedtek. Viszont most tönkrement a gomb. Ami nagyon szomorú. Mintha valami erdőbe lennénk. Hó, itt egy collectible. Vagy nem az? Nem, ez nem az. Szerintem oda kell majd felugrani. Csak elnézek erre, hogy itt mi van. Semmi. Jó, hát akkor megpróbálunk átugrani oda föl. Milyen érdekes ez a hely. Elsőre sose sikerül, csak mondom. Ez
Jó. Ja, mert ők is nyomták. És megvan a kis hajó. Megvan a kis hajó. Szuper. Oké. Megyünk is érte. Ez mi a jó? Ú, de megijedtem. Ja, igen? Azt nem láttam, hogy írtad, hogy 5-5-ször lelőtték. Tökéletes. Mehetünk. Nem kell mindig agyalni. Pű. Szerintem ezen már nem fog átmenni. Igen. Jó. Á, ott egy gomb. Hát ezt megnyomjuk akkor. Kinyílt. Így valószínű akkor tovább tudunk menni. Ha jól hallottam, hogy kinyílt. Ez alapvetően probléma. Akkor valószínűleg a hajót nem itt kell hagyni. Így van, para, pontosan. Jó. Akkor itt hagyjuk a hajót, és akkor úszunk. Egy kis úszás nekem is jól esne már.
fűs. Ez mi a... Menj már! Na gyere! Kidodzsolja! Kidodzsolja! A fényt el se szereti, fogadjunk! Oké. Okay. Shit. Ezt egy kicsit okosabban kell. Nem, így nem jó. Így biztosan nem jó. Mint ott az ajtót... Na nézzük meg azt az ajtót. Erre gondoltam, így. És gondolom, ezt itt ki lehet ütni. Így, tökéletes. És megyünk tovább. És itt vagyunk a parton. Delsa, the good boy. Köszi szépen a raidet. Sziasztok, üdvözöllek titeket. Hello. Nagyon szépen köszönöm. Ahogy jövök, mindig csak tönkre teszek mindent. Sziasztok, köszönöm a követéseket. Szép estét kívánok. Hát igen, én azért kicsit ritkábban streamelek így az esti órákba. Hát meg mikor, hogy... Hű, itt valamint nagyon le akarnak bontani.
Na, ezt kapcsoljuk be. 19. Kapcsoljuk föl. Ja, jó, ez egy lift. Most már látom. Akkor fölmegyünk. Na, és akkor mi van itt? Munkások. Hát ezzel nem igen tudok mit csinálni most. Körülnézünk. Hát oda valószínűleg nem tudok felugrani. Jó, akkor itt fönt vannak a ketrecbe munkások. Így van, az a agykontrolláló izé kell ide. Oké. Itt ugye középen is voltak munkások. Egy volt, ha jól emlékszem. Jó, meg itt ugye bekapcsoltunk valamit. Egy U betűt. Ja, két munkás van. És ott számol, hogy 18-19. Jó, menjünk egy jelentem, nézzük meg, hogy ott mi van. Itt van egy lánc. Oké, hát ezt... Igen, ezt kell valószínűleg majd a munkásokkal elhúzatni. Mert hát ezt valószínűleg magam nem fogom tudni. Nézzünk el itt jobbra. Lehet, igen. Valószínű az kell. Majd így valószínű össze kell terelnem egy csomó munkást. És ott lent, minthogyha lenne is egy csomó, meg ott volt egy agykontrolláló izé. Így van. Srácok. Hát menjünk le, nézzük meg. Valamiért itt van ez a létre. Oké. Csak oda föl tudok-e menni? Ez komplex ez a rész most, komplex. Sok mindent kell majd csinálni. Oh-oh, baj van. Jó, mély levegő. Na és akkor újra. Jó, tovább. Jó, föl tud mászni. Nem voltam benne biztos.
Újra. Na, akkor itt tarzanozunk egy kicsit. Jó. És szerintem itt fogok majd tudni följönni az agy kontrolláló izéhez. Így van. A francba. Ó. Van mobil agykontrolláló izém. Hát így mindenképp kényelmesebb, mint ha ott kéne függeszkednem. Nem tudom, miért gondoltam, hogy ide kell jönni. Csak akkor hova? Vissza a létrán. Értem. Na de a... De az az leap of faith volt. De mondjuk, hogyha most el le tudom venni. Mert az a baj, hogy... Mert le fognak esni a... Józsefek, nem? Nem. Jó, jó, jó. Csak aggódtam, hogy nehogy... lemenjenek. De intelligensek. Okos jóskák. Így van, így van. Jó, gyerünk. És akkor fölviszem őket oda. Ahol a számláló volt. Csak mert Csébala szerint 19 munkás kell. De lehet, hogy csak 18, mert velem együtt lesz majd meg a létszám. Ők itt 5-en vannak. És így már 7-en. Csébala? Remek logikád van. Jó, jó, jó. Na gyertek, fiúk. Gyertek, fiúk. És akkor elmegyünk a többiekért is. Hogy kéne ezt? Mert lehet, hogy akkor a vonatot alá kéne tolni annak a... hát mondanám, hogy ketrecnek, amiben az emeleti jóskák voltak. Ja, de az nem itt van. Jó, az nem itt van. Az egyen lentebb van, és balra. Ugye? Igen, azt hiszem igen, de megnézzük, megnézzük. Meglepődnék, ha az emeleten lenne. Mert mit keres emeleten egy vonat, bár... Azért... Láttam már emeletes vasútállomást. Igaz, nem itt Kelet-Magyarországon, mert... Na mindegy. Ez a láncint nekem gyanús. Igen, és itt a vonat. Vagy hát ez a kocsi. Nem tudom, mi ez pontosan. Ha esetleg van mávos szakértő a chat, de majd megmondja. Meg van itt egy lyuk. Ez még gyanúsabb. Lehet, hogy akkor itt hagyjuk. Mi meg fölmegyünk. Megyünk. De még lehet, hogy nem oldottuk meg.
lehet, hogy majd így fognak kipotyogni a Józsefek? De ennek mi értelme? Hát tudnak jönni gyalog is. Most érek a game felénél. Lassan már elvesztem a fonalat, hogy merre is vagyok. Ó, ott is vannak. Oké. Okay. A túlsúly azaz. Hát bármilyen fura para, így a konditerem hiánya miatt nem tömeget növeltem, hanem tömeget csökkentettem. Ennek nem tudom mi értelme volt. Hát, hogy... Ja, várjál. Ennek így... Tegyem alá. Jaj. Oké. Így van, Fuzi, köszi a tippet, srácok. Oké. Megvannak a helyi Józsefek, mehetünk vissza. Így van, para. Holnap reggel a e-sport órán Warzone. Hát, én beállítom ezt a vonatot ide. Vagy vonat, hát kocsit. Lehet, hogy nincs értelme. Sőt, lehet, hogy ezt a kocsit már nem is fogjuk használni. Ja, könnyen lehet. Mindegy, itt hagyjuk. Fene se tudja. Szerintem most már mehetünk föl. És akkor ami a rács, tehát ott abban a kis ketrecben voltak. Bár még ez a létszám azért... Hát nem... Nem megfelelő. Hát para, persze, mindenképp. Meglátjuk, hogy majd mit játszunk. Lehet, hogy egy ilyen közös plandert. Majd megbeszélem a hallgatókkal, hogy ők mit... Még egy fentebb, bocsánat.
majd hallgatókkal megbeszélem, hogy mi legyen. Talán azért lenne jobb a plunder, mert az olyan mókásabb kicsit. Aztán a versenyen meg lesz a rendes BR. Tényleg az a dátum is megvan már, hogy mikor lesz. Sziasztok! Húzni kell, vagy tolni? Meglátjuk, hogy vannak. Gyerünk le. Szóval a Discordon ott vannak a e-sport versenyeknek a dátumai. Szombat-vasárnap lesznek. Hát főleg szombaton. Ként. Pontosabban. Még néhány lesz vasárnap is. Hogy vagytok? Penge. Mindenki tökéletesen jól van. És oda egyébként egyetemi hallgatók jöhetnek. Nyilván van egy ilyen létszámkorlát, hogy aki nem az e-sport óra hallgatója, abból csak csapatonként egy lehet. Szerintem még nem vagyunk elegen. Nézzük meg, mennyien vagyunk. Még kell 6. 6 még kell. Jó. Akkor még nem voltunk fönt jobbra. Ugye? Fönt jobbra. Nem tudom, hogy hogyan lehetne. Átdobnak? Átdobnak. Oké. Okay. Oké. Okay. Haló? Lootolt ki. De még mindig kell 5. Hát itt nincs több. Azt tudti. És itt nem is tudok hova menni. Akkor lehet, hogy egy helyet kihagytunk. Na nézzük szét. Egész napos ülés, ez rettenetes. Jó. Mint hogyha ott egy állna lent a sarokban, pont nem látjátok szerintem tőlem. Ott lent. Csak le kéne menni akkor oda. Mert akkor fönt az ki van pucolva, itt nincs senki. Ez fix. Akkor menjünk egy jelentebb. És akkor elmegyünk itt balra. Mondjuk mintha erről jöttem volna, ugye, de... Ott van valaki. Szerintem most a rácsot föl tudjuk így emelni. Oké.
Jó, egyet ott szereztünk. Ott is vannak. Majdnem, majdnem. Picit hamarabb kell. Oké. Okay. Jó. Igen, szerintem is így akkor már a létszám teljes. Szerintem teljes a létszám. De megnézzük. Igen, itt vagyunk középen. Igen, ő kell hozzá. Na, ez micsoda? Oké. Jó. Jó, jó. Értek mindent. Azt hiszem. Jaja, menő nagyon. Odaérünk? Oda? Itt valami még kell, mert szerintem itt nem érek át. Vagy hát ne állítsam meg, gondolom. Vagy... hogy legyen. Sehogy se. Hát így biztos nem lesz jó.
Igen, így biztos... baszki. Na nézzük. Nem jó. Nem jó. Picit föntebb kell. Meg jobb ütembe kell haladni. Valószínű igen kell hagyni, hogy forogjon. Megpróbálom, elindítom akkor és nézzük, hogy... Pedig jó lett volna, jó lett volna. Jó lett volna. Oké, és akkor megvan elvileg a recept. Így, így. Most nem jó. Na várjál, hogy... Ja, vártunk egy kört. Vártunk egy kört, igen. Jó, jó, jó. Várni kell egy kört. Ja, de nem itt. Oké. Okay. Itt megállítjuk. Elindítjuk, várunk egy kört. Itt fönt várunk még egy kört. Jó, most jó, most jó. Ó. Oh. Türelmetlen voltam. Türelmetlen voltam. Ja, hogy ez a sín tartja az ajtót. Értem.
Oké. Okay. Jó. Jók vagyunk. Lift. Jó. Aggódtam egy kicsit. Na basszus. Ez baj. Jó. Meddig megy a stream? Hát... lassan szerintem befejezzük. Mert... hát nem tudom mennyi van még hátra. Aztán kezdek már egy kicsit fáradni. Mennyi van még hátra, para, mit mondasz? Elvileg. Akkor lehet, hogy itt ma megállunk. Még egy óra? Hát akkor szerintem ma megállunk itt, jó? Mert hát két órája nyomjuk. Szerintem ez a két óra, ez egy remek határ itt. Amúgy is most egy új sectionbe vagyunk szerintem. Úgyhogy mára akkor tényleg ennyi lenne. Folytatjuk okvetlenül. Még pontosan nem látom, hogy mikor, mert még bizonytalan a heti menetrend. Holnap ugye e-sport óra. Én nem tartom kizártnak, hogy hétvégén is lesz stream. És szerintem akkor egyrészt befejezzük ezt. Hát a pedestrian nem ígérem, mert meglátjuk majd. Az tisztább fej kell, mert az nehéz azért az a játék. Legalábbis nekem nehéz. Jó, úgyhogy ezt mindenképp fogjuk folytatni, szerintem hétvégén be is fejezzük valamelyik nap. Oké, és na, srácok, hidratálok. Azóta kaptam teát. Szóval, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és ilyen sokan néztétek, hogy igyekszem megfejteni ezeket a rejtvényeket. Stream legközebb holnap, 10 órától e-sport óra, akit érdekel, nyugodtan jöjjön, warzone-ozni fogunk meg, persze tanulunk is, mert hát egyetemi óra, tehát lesz tananyag is, persze. Mert hát amúgy a warzone maga is tananyag, de ez azért. Jó. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen azt, hogy itt voltatok és néztétek. Kívánok további szép hetet, mára pedig nagyon szép estét. Na, szevasztok!